Két Európa csúcs és egy paralimpiai rekord, ami egy arany és két ezüstérmet jelent. Konkoly Zsófia a magyar csapat legeredményesebb versenyzője volt Tokióban. A Pécsi Sportiskola úszóját is jelölték az év sportolója gála legjobb női parasportolója díjra. Ugyanaz elismerést a vasas úszója, a Tokióban 100 méter háton aranyérmes Pap Bianca vehette át, Zsófi egy cseppet sincs elkeseredve emiatt. Ráadásul az év fogyatékos csapata kategóriában is szoríthattunk Zsófiért, hiszen a 4x100 méteres gyorsváltót is jelölték a díjra. Ebben a kategóriában a női kerekesszékes tőrcsapat kapta az elismerést. Jó érzés volt az is, hogy egyáltalán ott lehettem, egy háromban még nem volt ilyen alkalom. Úgyhogy örültem, hogy egy ilyen tapasztalatot is tudtam szerezni, de örültem, hogy a Pap Bianca nyerte meg, úgyhogy majd egyszer talán én, de nem ez a legfontosabb. Iván Bence erősebbik számában 200 vegyesen épp hogy lecsúszott a tokiói paralimpiai döntőről. A Magyar Úszószövetség szakmai napján díjazta a tavalyi év legjobb sportolóit. A Pécsi Sportiskola versenyzője az év férfi paraúszója díjat vehette át. A Magyar Úszószövetség tartott ilyen információs napot, és itt köszöntötték a 2021 legjobbjait. Ugye minden ifi válogatottból a legjobb fiú lány kapott, para válogatottból az ifi lány, a nyílt vizesek meg a medencés úszók közül. Ugye a férfi para díjat azt én kaptam, és ugye 2021-ben volt két érmem az Európa bajnokságról, meg ugye részt vettem a Tokió olimpián, én erre vagyok a legbüszkébb tavalyról. A sportolók rövid pihenő után napi két edzéssel kezdték meg a felkészülést a 2022-es versenyekre. Igazából a héten fogjuk megkapni az idei versenyprogramot, ezt már várjuk, de ugye azt beszéltük, hogy januárban visszaállunk a rendszerességgel. Ugye tavaly is azért most már edzettek a sportolóim, de hát egy kicsit nagyobb szabadságot kaptak. Vártuk már nagyon mind a hárman, hogy visszaálljon a rendszer az életünkbe, és meglegyen, hogy melyik nap mit csinálunk. Úgyhogy nagy örömmel várjuk a munkát, és nagyon örülök, mert minden két sportolom nagyon motivált, és nagyon várja a felkészülést. A paraúszó világbajnokság júniusban lesz Madeirán.